Jövő héten pénteken egyeztetnek egy szakmai fórum keretében a felsőoktatási intézmények vezetői az új rájuk vonatkozó törvénytervezet kapcsán. A Sárospataki Tanítóképző Főiskola dékánja elmondta, még tanulmányozzák a részleteket, de mindenképpen hangot kívánnak adni véleményüknek. Több éve megfogalmazódott már egy olyan aggály, amely a bolonyai folyamattal kapcsolatosan kérdéseket vet fel, egész konkrétan a tanár és tanítóképzésnek az elhelyezkedését ebbe a láncolatba, amelyre vonatkozóan ez az új törvénytervezet igyekszik azokat az eltéréseket figyelembe venni, amelyekbe például egy tanárképző vagy éppen egy tanítóképző főiskola nehezen illeszthető be abba a folyamatba, amit egyébként a szakma bolonyai folyamatként ismer el. A dékán kiemelte, az új finanszírozási rendszer számukra pozitív változást hozhat, hiszen sok helyütt végre a minőségi szempont lesz, nem csak a létszám. Az eddigi finanszírozás a felsőoktatásban alapvetően tömegfinanszírozásról szólt. Minél több hallgató, annál több pénz, minél több pénz, annál több lehetőség. Felülértékelte a törvénytervezet ezt a gondolkodást, mert ez túlságosan tömeg és nagy létszámú intézményeket preferál, és rájött arra, hogy nem minden intézménytípusnál az a jó, ha nagy tömegek vannak jelen. Az új törvénytervezet kapcsán a hallgatói önkormányzat vezetője azonban sérelmezte, hogy a szerepük jelentősen lecsökkenhet. A hallgatói önkormányzatok terének a csökkentésén pedig azt is átgondolatlannak tartom, hiszen számos olyan dologban segít a hallgatói önkormányzat az egyes intézményeknek vagy karoknak, amire már az intézményeknek, illetve karoknak már nem lenne kapacitása. Valamilyen szinten hallgatói munkát csökkentik a kormányzat részéről, illetve a koncepció szerint. A hallgatói önkormányzatok Siófokon egyeztetnek majd a törvénytervezet részleteiről a jövő héten.